Fini Petra, becsinált leves. A nagypapa orvos, és egy öregek otthonában dolgozik, ahol az idős emberek laknak. Az idős emberek azok, akiknek mindig bajuk van az idővel. Ha jó idő van, azért fáj valamiük, ha rossz, akkor meg azért. De ha épp nem fáj semmiük, akkor nagyon aranyosak. Kölcsön adják a kerekesszéküket, hogy guruljak vele. Vagy a botjukat, amivel lehet kardozni. Néha a mamuszukat is, és akkor meg bohócosat játszhatok. A szobájukban fura szag van, mintha kiburult volna a kanalas gyógyszerem. És olyan a bőrük, mint egy kölyök macskájé, akinek még nem nőtt ki a szőre. A legjobban azt szeretem, ha a gyerekkorukról mesélnek, amikor sokkal érdekesebb volt minden, mint most. Például a kisfiúkat szoknyába öltöztették, a kislányoknak meg porcelánbabájuk volt, és senki nem visított rájuk, hogy eltöröd, eltöröd. Ehettek pulickát, pedig az kutyakaja, a puliknak készül. Meg nem pénzérmével telefonáltak, ha utcáról akartak hívni valakit, és nem volt náluk a mobiljuk, hanem krampusszal. Innen van a kifejezés, hogy leesett neki a krampusz. Nem kis cukorkákat kaptak édességnek, ami az ember fél fogánál sem nagyobb, hanem krumpli méretűeket. Ez volt a krumpli cukor. Ha háború volt, és csatásat játszottak, akkor elbújtak a Lego pincében. Egy olyan pincében, aminek Legóból volt a fala, és azt bármikor lebonthatták, és játszhattak vele.